3-2-es Budapest és egy 2-1-es Manchesteri győzelemmel kiütött a United, ám utána a Galatasaray a célkapujában. Nos, ő ott labdaszedőként tevékenykedett, hiszen videóton neveli. Blanc kapcsolja le a labdát. Keane, Veron. Megint Roy Keane, a lapad botrányhőse. Írt egy önéletrajzi könyvet, és mindenkiről leszedi a keresztvizet. Téved egy picit mellélő. Szerencsénk volt. Veron. Argentin írösz játék, mert Keane kap... Újabb eladott labda, Jubajevic ezúttal. Veron. Nagyon padlón volt, csak sétált és sírdogált a Manchester éjszaka. Hát igaz, ez már egy másik, nem az, amelyik kiment. Veron finom csele. Boszorkány volt az édesapja, Pablo Beto. A Manchesternél már 7-szer volt például bajnok a United-del, 5-ször. Benyújt a teljesítménye alapján. Blanc fejeli le a labdát. Végig kényszerítő sajnos nem jön be. Veron böki arrébb a labdát Faragó mellett. Urbán pedig hagyja, hagy legyen Ilicsé. Az első nagy rohamot ugye Solskjær kapufáját. Leosível szemben Vince Otto. Megpróbálja visszahúzni Veront, előnyszabály, Van Nistelrooy kis szöglete. Veron. Veron. Egresi állította meg, és már ez is vastapsot csikar ki a 28 000 nézőből. Fantasztikus és Beckham játékára a középpályán. Azt lehetetlenség megmondani. Az eladott labdák viszont nagyon kihatnak a mi játék. Valaki bezárta a Manchester öltözőjét az edzésen, és Blanc nem. Európa világbajnok. Bajnok csak egyszer volt, még Franc 1000 fontot adott csak a nyakláncért. Veron. Viszont a Gresi észre is vette, Jubajevic. Veronnal nagyon nem lehet szórakozni, Veron. Ajajajaj, lesz így jó. Ne jaj. Veron. Giggs. Csak elvégezni a szabadrúgást. Veron. A focival tűnt ki világ életében. Saját bevallása szerint például iskolai érdemjegyei közelebb álltak a nullához, mint az egyeshez. Jól tanulhatott Veron. Hozzáteszem, 14 évesen beleszeletett egy prostituáltba. 17 évesen pedig már Keane. És megkapja Veron. Immár a higgadtabban, mint 14 évesen. Félnek dolgozik, majd Budisa adta el a labdát. Beckham. Veron. Keane. Giggs tovább. Kicsit félt Verontól Faragó, vagy csak tudta, hogy Veron rosszul fog passzolni. Próbált neki egy kötényt adni Babati. Ez nem sikerült. Veron. Veron, Van Nistelrooy és a most csapatnak. Veron nem hozta be az árát tavaly. Keane. Veron. Csóka mellett húzogat. Phil Neville. Veron, nem szabad, hogy megforduljon. Urbán is tudja. Nem is fordul meg Veron. Silvestro. Pát is megnyerte a Ferencváros. Veron. Urbán. Hát neki ez elvileg olyan, mint a 11-est rúgna. Az egyik ifi edzője mondta azt, hogy az ifiben 20-25 méter pillanatokra volt az övé. Veron. Kín. Giggs. Veron. Nyakán Vince Ottóval. Keane. Veroné a labda. Giggs vissza, Veron. Kicsit pontatlan. Giggs és Veron. Blanc. Mondjuk senki sem kért. Gyönyörű mozdulattal mutatta a partjelző. Veron. Blanc. Keane. Veron. Miért lehet, úgy van. Sőt, Keresei megpróbálja kihasználni a gyorsaságát. Blanc-nal szemben meg Carroll. Veron most már. Ezt a 3 percet ússzuk meg gól nélkül. És aztán úgy jöhetünk ki a már... 2 perc van hátra. Veron emel. Kapus, kapus, kapus. Nincs. Megütjük őket, szó szerint ezt mondta tegnap. Ezek nem jók azért. Veron. Giggs. Veron.
kín. Némi meg már vigyázni Florin, Van Nistelrooy hátra, Veron. Most a jobb oldalon többen vannak, Phil Neville, Beckham, picit a háta mögé, Veron, közben visszaértünk. Ugye nem lesz baj most már, Veron csóka, Solskjær feje lila, és még ott a helyzet Van Nistelrooy. Mert úgy 100 évvel ezelőtt egy Bernáthegyi kutya nyakában volt egy Oshí. Veron. Kenesei. Veronról ment ki. Oshí. Egyébként azt mondta Bozsik Péter, hogy ha nagyon nagy iramú lesz a találkozó, akkor a 60-65. Perc táján ott hagyja Faragónak, de nem csak Faragó volt ám ott. United. Sylvester elment a bal oldalon, Van Nistelrooy befejezte. Veron, üresen, Beckham, vigyázzunk a hosszú oldalon, Solskjær a labda. Sej. Közönség nagyobbik része pedig sportszerű szurkoljatok, szurkoljatok kiáltással bíztatja az épp rendetlenkedőket. Arra, hogy legálisan, de 55 ér is kínáltak már. Jegy. Veron Urbán visszaszerzi. Vince Otto. Nem jó Babatinak. Veron. Giggs. Kérdés Beckham. Veron. Giggs. Fájtalan. Beckham nem reklamál, elvégzi a szabadrúgást. Veron. 10. perc, második félidő. 0-0. Szamosi a nyomában. Most kell a buzdítás az Alegerszegnek. Bozsik Péter pedig cserélni fog minden bizonnyal. Giggs, Veron. Szépen vissza Giggshez. Csókát csapja meg Giggs. Giggs, jobb lábán a labda, Giggs. Budisáról vágodott le. Mindig van egy láb, aki belelép. De hát meddig lehet ezt bírni? Akiről pedig már dalt írnak, vagy át szövegezik, az már nagy klasszis. Arra felé is Veron. Keljünk föl, mutatja a partjelző Veronnak. Várható is volt. Elveszítjük a labdát nagyon gyorsan. Veron. Veron. Itt most már úgy érzem, hogy nem annyira egy nagy autógram vadász volt még gyerekkorában Beckham. Sean Connery autógramjára volt a legbüszkébb, most meg talán az emberek arra a legbüszkébbek, ha tőle kapjuk, hogy világszerte a magyar labdarúgást mennyire becsülik, vagy mennyire nem becsülik most, és ennek az országnak a bajnok csapata egy nemzetközi porondon újon, hanem persze a riporter is, Veron. Egyet nem igaz, hogy nem tudnak hibázni. Nevillék ott hátul. Neville. Keresztlabda Veronnak. Keane. Ferguson, ez is talpra ugrasztotta. Veron, Oshí. Szí. Veron. Nekem. Ez kanyarodik rendesen. Legalább egy percet vagy kettőt. Veron. Úgyhogy számoljuk. Mehet tovább a játék. Beckham tomporon találta Vince Ottót, aki kicsit szemrehányúan néz ezért rá. Sylvester. Molnár Balázs. Nem jut messzire. Veroné a labda. Oshí. Gólt rúgott eddig a válogatottban, mint a Manchesterben. Mondjuk ez nem nagy bravúr, mert a Manchesterben még egyszer sem volt eredményes. Télen. Veron. Phil Neville. Belül az utolsó 10 percen. Beckham. Neville. Veron. Itt szabályos. Veron. Megint áttevődik a játék a magyar térfélre. Veron most már. Megint nálunk van. És még szabálytalankodtak is Vincével szemben. Veron volt a vét. Hát 1957 júli... Hoppá! Most kár volt elfejelni Babati. Veron. Beckham. Még bent volt két emberünk, úgyhogy nem volt les. Beckham adja be. Csak Volszágon. Igen, jól látszik. Veron. Van Nistelrooy. Maradjon is most már előny. Giggs elől. Veron jön még. Veron lő. Kilic jól látta. Veron. Giggs.